Na, sziasztok újra! Hát, itt vagyunk a komputer szobába, és hát megpróbálom kicsit szemléltetni, hogy miből áll az, hogy ugye idáig ezzel filmeztem, nem tudom mennyire, nincs diszpléjem, ezzel valamit kell csináljak, mert így nem lesz jó vége. Tehát itt van a régi kamerával vettem fel, a 8-assal, és hát az a helyzet, hogy ebben van benne most az, amit ma készítettem. És hát ebből valahogy, ugye ezt nem tudom mennyire látszik, hanem nem jó a diszpléje, mint a szaron. Akkor mutat diszplét, amikor nem filmezek. És na, majd mutatom, hogy hogyan. És hát hogyan lesz bevéve ugye a kompjúterbe, és utána mit csinálok vele. Na, kezdjük. Tehát itt van ez a zsinór nekem, ez arra van itt, meg sok minden másra, hogy rácsatlakozunk a kompjúterre. Na, abban a pillanatban ugye nekem a kompjúter itt jelzi, hogy megvan. Na most ez a program, ami itt, ez ami beszívja, ezt én nem használom. Tehát nem így csinálom, tudnám ezzel is, hanem ezt én kikapcsolom most, ez automatikusan feljött. Ugye? És nem tudom, a képernyő fogja látszani egy pillanat, beállítom. Jó, ennél közelebbre nem tudom hozni, akkor nem férek el. És ugye rá van konnektolva már a kompjúterre a kamera, és akkor rámegyünk ide, hogy a My PC-re, és megkeresik, hogy hol van. Itt van Hero Black, kinyitjuk, és hát ugye a DC IM-be ott van a film, és itt ugye teljesen ott vannak ezek a kis kockák, és kérem, ezeket kell most, ez csak egy megjelenítés, ezeket kell most kiszedni a kamerából. Az úgy történik, hogy ezeket a salátákat, amiket ő ide beletesz, ezt én megsemmisítem, ezek itt nem kellenek. Ez egy eléggé ilyen macerás dolog. Valamikor csak egyenként tudom, aztán mi a vele. Meg kell keresni, ahol egyszer többet is ki tudok szedni, mint egyet, például itt most, a hármat. Jó, ezt megcsináljuk. Na, ez megvan. Meg is történt, ugye szépen sorba rakta. Kicsit lekicsinyítjük. Ide teszünk, kreálunk egy foldert. Ide új folder. Tehát egy mappát. És ezt az egészet, ugye, áthelyezzük. Ide kivesszük, ez egyben törli is a kamerából majd az összes mindent, de teljesen az SD kardot le fogja üríteni. És ide átkápizzuk, ide perszt áttesszük, és hát ez egy kicsit tovább tart, de mivel hogy nekem elég erős a kompjúterem, ez nagyon hamar megoldja. Ez laptoppal, ha csinálnám, akkor én nem is tudom, hogy mennyi ideig tartana. Látjátok, itt szépen megy befele. Jó? A teljesen zöld, mire végére ér, akkor ez itt teljesen ki fog ürülni. És akkor tulajdonképpen a fájlek, azok a sok apró fájl, mert ugye nem egybe filmezi le, hanem csinál fájleket, mert állszok, kikapcsolod, a kamerát megállítod, újraindítod, mindig egy újabb fájlt csinál. Na most olyan esetben, hogyha mondjuk hosszasabban filmeze, akkor 8 perc, 8,5 perc múlva újabb fájlt kezd automatikusan. Tehát magyarul majdnem, hogy 9 percet tud
maximum beletenni egy ilyen fájlbe maga a kamera. Így van megcsinálva valamiért. Meg ezek a beállításai vannak. Tehát itt nem tudod azt megcsinálni, hogy mondjuk két órán át filmeze, és akkor csinálsz egy két órás fájlt. Nem lehetséges. Jó, ezt most megvárjuk, még bezöldül. Teljesen az egész. Megpróbáltam egy kicsit közelebb hozni a kamerát a képernyőre. Mint látjátok, itt mindjárt véget ér. Tehát magyarul a kamerából ugye átkerül az összes fájl a kompjúterbe. És ebbe a new folderba, tehát az új mappába helyezi el ezeket a kockákat. Most mindjárt kiürül, figyeld, egy pillanat alatt átnyomja, puff, kész, és ezt most már le is vehetem, lekapcsolom. Most a kamerából kiszedte az összes mindent, úgyhogy ez üres, kihúzzuk, és én itt a baterit kihúzom, én nem azt az ajtót innen levettem, nem kínlódok vele, mert nincs körmöm, és állod a nyitogatni, nyugodj, bennmarad nyugodtan a bateri, nem esik ki egyébként, és így használom. Szóval ez itt megvan. És a következő lépés az, hogy ezt itt én most így elég kényelmetlen így egérre szarakodni, ezt én megnézem, hogy igaz-e. Jó, tehát az összes benn van. 53-nál kezdte, ez egy kezdőkocka, ez nem mutat semmit. Belenézek, leellenőrzöm, egy semmi az egész, úgyhogy ezt az általában így kezdve, amikor bekapcsolom, és ezt innen azonnal törnöm, ezt az elsőt. Jó, tehát akkor ez megvan. Na, most jön az, hogy kinyitjuk a programot, ami ugye összerakja nekem a filmet. És azonnal indul. Be kell majd, azt hiszem, jelentkezzek. Igen, be kell logoljak. Hát itt kér tőlem e-mail adreszt és jelszót. Hát azt nem fogom most mutatni. Jó? Jó. Ben van a jelszó, ugye ti nem látjátok, csak pontok vannak. És most ugye beazonosít engem, be vagyok jelentkezve, úgyhogy kezdhetem a munkát. A new project, tehát egy új feladat jön, és itt van maga a program. Tehát ezzel a programmal dolgozok. Ez a új, ez a Wondershare Filmora dolog. Na most itt azt mondja, hogy importáljad be, amit akarsz. Tehát beimportáljuk. Ugye import media file-ek. Itt vannak a file-eim. Tehát ugye a desktopon itt van ez a new folder. Ugye ezt akarom, hogy benne legyen, és lekékítjük az egészet, és open. És most rakja be magába a programba a filmeket, a kis kockákat. És hát itt proxizni akarja, hát azt nem csináljuk. És kérem, itt látjátok, itt jelentkeznek azok a kockák, amiket ugye én filmeztem. És nem tudom, miért csinálja azt, hogy össze-vissza rakja. Tehát van olyan, hogy mit tudom, itt alul kezdi, 7-6-5-9, és akkor itt meg van 7-6-6. Tehát össze-vissza rakja be, ahogy ő akarja, de ezzel lehet segíteni, mert itt ugye a group by, itt ezt meg lehet a deskesztig, és akkor így 54-55, és akkor 6-55, és akkor itt a vége lesz,
a 678. Tehát magyarul sorba raktam a kockákat. És akkor ugye itt le tudod ellenőrizni, hogy tényleg folyamatos a számolások. Minden egyes kockának van egy száma. Na most a legelső kocka itt van. Ugye ezt ő most itt megjeleníti. És ezt én le tudom játszani, és vágni, ellenőrizni, hogy mi az, ami rajta van. Tehát ez megint csak egy semmi, mert itt mutatja, csak a kezem van ott, ahogy kapcsolgatom ezt a szart. Ugye, hát erre nincs szükségem, hogy ezzel kezdjem, tehát ezt kilőjük. Kilőjük innen ezt a kockát, erre nincs szükség, hogy benne legyen, és megyünk a következőre, és itt kezdődik. Hát szép jó reggelt kívánok mindenkinek, gyerekek. Mint ahogy a cím is mutatja, maradék ételekből készítünk. Tehát amit eddig láttatok, ugye? Úgy gondoltam, hogy hát valami reggelit kéne egyek. Hát ezt nem kell hallgassátok, mert hát ezt már most láttátok. Tehát így végigmegyek, és egy kis szalonna. Minden egyes. Hát ebből összehozunk egy ilyen, ez kicsit ilyen életes valamit. 4 perc, 4:45. És tehát itt csináltam, és megnézem, hogy rendben van, ha kell, akkor a végeiből levágok belőlük, de mi a fel? Szeretném megmutatni. Az elejéből, ha nem akarom, hogy és amit valami olyan van az elején, akkor azt le lehet vágni. Hogy ezekből a felvételekből, miután megvan vágva, hogyan lesz film? Akkor békén hagyjuk, és leokézom. Gondolom, hogy én azt hiszem, hogy ez rendben. Nagyon érdekes lesz. Nem volt semmi különösebb. Remélem. Itt végig szaladunk, igen, elmegyünk ide a végére. Itt vágom össze a hagymát. És megvan a szalonna. Én úgy látom, hogy ez itt rendben van. Jó. Ez itt rendben van. Oké? Na most ide jövök, és itt berezek egy ilyen kis pipát. Ide. Na, maradj már ott. Maradj. Igen, ja, itt megkérdezi, hogy milyen a milyen változatban akarom, mert az eredeti beállítás az 1920x1080-as és 25 frame per second. Hát az enyémé az magas, ugye? Nekem a 3840, 2160 és a 5994-es frame per second-re kell, hogy tegyem. Tehát átállította, és így a 4K-nek a megjelenítésében fogja összerakni. Na most itt az időtörténet, ugye itt végig, na most itt tudok végig szaladni, hogy mi az, ami, hát esetleg nem akarok, hogy benne legyen. Ha ez így rendben van, akkor jövök a következő kockára. És már is el kell játszani. Megmaradt 3 krumpli. Ugye, innen folytatja, és hát ugyanúgy, és ugye végig kell, ezeket is elhasználom. Nézem, hogy rendben van az egész. Majd. És hát bizony, gyerekek, ez a leghosszabb folyamat, amit hát ugye a film összerakással történik, és bizony itt sokszor eltelik ez másfél, két óra is. Mire? Ez nekem egy itt nagyon-nagyon fontos mire itt a végére volt. Érek. Hát nézzük, mennyi kocka van. Dolgoztunk még annak mennyi fájja van. Rendékában. Ez mind egytől egyig, ugye nekem át kell nézni. Az a amelyik már le van okézva, az ide lejön. Hans Heckertwerk és Werkzeug Maschine Fabrik. A végén ugye összefűzi majd, hát, amikor az exportálni a... akarom. És akkor abból lesz egy egész fiatal. Hát törődtek az emberekkel, ugye? A szociális dolgok. Itt végig hallgatom, végignézem. Esetleg olyan valamit mondtam, hát igaz, hogy vagy éppen az valami olyan van, amit nem akarom, hogy benne legyen, volt, akkor ezt kitörlöm, akkor járt el. Megvan a lehetőségem nagyon sok srác a vágásra. Nem tudod bánni a pénzzel. A dollóval, vagy itt éppen a levágom erejét, vagy itt a végét. Volt soknak, nekem is volt olyan, onnan tudom mutatni, hogy az egyetlen étkezés. Fogja mutatni, ameddig én kijelöltem. Jól mondom, a kettő.
Tétfelesleget, meg megsemmisített. Meleg kaja volt, szóval volt kajaidő, ez így megy. És ha most mondom, ez itt van 9.55. Csináltak. Ez végig jó csinálni. Volt, az a paraszt. Ezzel nem mutatnak benedeket, mert megudjátok. Valószínűleg. Nem Bayer, hanem Bauer. Aki nem szereti ezt az egészet. És kiadós kaja volt. Majd a legutolsó kockánál újra beindítom a kamerát, hogy vegye. Mert azért tegyük hozzá, hogy hogyan lesz a ide vagy oda, befejezés. Azért a túl nagy gazdagság volt. És akkor még mindig nincs oda YouTube-on sem. Jó? Hát akkor most egy jókora születi. Egy márka. Alright. 5 forintba került. Én dolgozom tovább. A magyarok és... Na most itt van egy jó példa, hogy miért kell megvágni a videókat. Ugye ti most nem hallozok hangot, mivel hogy felvettem a fülhallgatót. Én jobban hallom. Így. És hát itt például ugye jött a videó. Ugye itt megy a videó, tessék nézni, hogy ide elérek. És itt sütöm a szalonnát, ugye. Itt mondom, kapta a nyugatévet, márkát, stb. És hát itt le akarom kapcsolni. Na idáig láttátok. Ugye ezt már nem fogjátok látni, ez rajta van most. Itt próbálom nyomkodni, és itt hülye fejem, nem jót nyomtam meg. A hüvelykujjamban nem kellett volna megnyomni. És ugye közben megszólal ez a szar is. Ez a füstjelző is. És ez ugye le kell venni. Na most ez nincs rajta. Ugye itt most már ebben hoztam a távkapcsolót, de viszont ugye itt ez itt nem marad benne. Na most mit tudok csinálni? Ugye elhozom ide, itt hozom, itt mondom a magamét, itt mondja, hogy le a nyugatnémet, stb. És itt mondja, hogy kapott nyugatnémet, márkát. Igen, most mondom, el tudta költeni, bum, itt megállítottam, oké? És ugye ennyit akarok, hogy rajta legyen. Na most mit csinálok? Ugye itt ki kell, várjál, nem jól csináltam. Várjál. Ezt ide hozzuk az elejére, igen. Azt akarom, hogy ez a két csík, ez legyen majd benne. És itt újra megnézzük, hogy pontosan legyen a vágás. Igen. És akkor el tudta költeni. Bum. Itt állítottam meg. Kiviszem a végére. És gyerekek, itt van. Ez a rész, ami itt üres, az meghal. Szóval azt törlöm, és itt leokézzük, hogy a 65-ös, ez így rendben van, és akkor csak ezt a részt rakta be az el tudta költenivel. Majd nézzétek meg a filmben azt a részt, amikor megszalad az a felső füstjelző, meg ilyesmi, azt nem fogjátok látni. Tehát így ez volt egy vágás. És akkor még utána még itt is tudok igazítgatni a végén. Ma akarok. Sok hagymával töltött. Na gyerekek, most megy az utolsó. Kapcsolatban közben itt bateri csere volt. És a jobb oldalt a kamerán. És gyerekek, elérkeztünk sok hagymával az utolsó kockához. Itt látjátok, itt van. Mondjuk a remélem azért valamelyik ki lehet venni. Kivételével tulajdonképpen és ez volt a nagyon sok esetben. Azt mondjuk, hogy és ugye mondom, meg van vágva a film. Itt mutatja a kóstolást. Volt a konyha érem. Ez ami ezen itt végig megyünk. Fölreggelizni. Ez maga a kóstolás. Ezt itt nem vágom meg, ez marad így, ahogy van. Úgyhogy ezt én megnéztem. Egy terület német márkában.
Ez 4 perces darab. Egész eljöttem a végéhez. Amerikai. Sokan kérdezik, hogy mutassak amerikai ételeket. Hát ez az. Ez az. A gyerekek itt üzenem annak, hogy engem lehordanak mindenféle primitív bunkónak. Gyere, csináld utánam. 66 évesen. Ezt az ételt. Ezt, amit én ez egy új program, ezt most tanultam meg. Még nem megy igazából a vágás. Megyünk be a... Na és itt mondom el, hogy jövök be. A szobába, jó? De hát ez már nem lesz rajta ezen a filmen. Gyertek velem. Itt a gyertek velemben van vége. Jó? Ezzel. Persze itt még mindig nincs vége. Ugyanis itt van, egyben van a film, össze van fogva. És most jön az, hogy ugye ebből kell csinálni egy videót. Tehát ezekből ezt összeszedi, megnézem, hogy meg-e van mind a kis kék pipák, zöld vagy kékes-zöld pipák benn vannak, igen, mind az összes, meg van vágva, össze van rakva, ugye itt a történetvonal, és akkor exportáljuk az egészet, adunk neki egy címet, mit tudom én, hogy Bauer, ennyi elég. Tehát a Bauer früstük, deszkopra fogja kirakni nekem, vagyis hát a vágóasztalra, és itt a recommendation, lower recommend, én ráteszem a legmagasabb minőségre, MP4-ba fogja megcsinálni, itt ezekben a változatokban meg tudja csinálni ez a program, amiben akarom, MVM, AVI, MP, Heavy, stb. GoPro Cineform, bármiben, MP3, VAV, amit akarsz. Hát a MP4 nekem azt felel meg. Hát AVI-ba is lehetne, AVI egy MP4-ba is. Az is jó a YouTube-nak. És itt a Resolution-t meg kell ellenőrizd. Igen. 2160, 38-38-40, az jó. A frame per second, ez 52-94, ezt én átrakom 60-ra. Oké, megváltoztattam, és export. Tessék, itt lehet bejelölni az YouTube-ra, Instagram, Facebook-ra, stb. Én ezzel nem szórakozok. Én gyerekek, innentől fogva, hát ő azt mondja, hogy 1 óra 16 perc alatt fog ebből egy videót csinálni. Na most nézzetek oda az órát, ott fönt, ti nem látjátok valószínű. 53 percbe került nekem ez a vágás és az összefűzés. Tehát amikor én lefilmezek egy főzést, azzal nem ér véget a munka. Ugye? És itt már nincs semmi tennivalom. Mindössze annyi, hogy megvárom, hogy ugye ő összerakja nekem a filmet. És majd miután összerakta, kirakja nekem a kész, tehát egy kocka lesz csak, és ott lesz rajta, hogy mit tudom, tart 35 percig, az már mehet föl majd a YouTube-ra, majd azt is mutatom, hogy hogyan. Jó? Itt most én megállítom, mert gondolom nem akarjátok nézni, még csak 3%-nál van most, hogy a 100%-ra mire megcsinálja, és itt durván egy óra alatt meg fogja csinálni, vagy hamarabb. Általában ez csak így ő kalkulálja, hogy nagyjából egy idő alatt, de általában egy óra alatt meg szokta csinálni. És hogy addig le is kapcsolom ezt a kamerát, és mit tudom én, addig tudok nézni más dolgokat is. Tehát ez mehet nyugodtan, és akkor itt pedig ugye én nézegettem ilyen húsdarálókat, és mondtam Évinek, hogy egyet majd megrendelek, valamelyiket még át kell nézem, még megnézem, hogy miket mondanak róla. Hát ez a Deer Meat for Dinner srác, ez ezt rendelte meg, ezt a Gamekeeper-t,
és hát a SZÁSZ, de ő közvetlen a boltba vette meg, $129. Ugye? Hát majd meglátjuk, hogy ez a 12-es számozás, hogy melyiket veszem meg, melyiket rendelem meg, még nem tudom. Van itt gyerekek, van nehéz választani, hát nézzétek, ez a mennyi minden van itt. Ha túl olcsó, se jó, túl drágát meg nem akarok. Mert nem nagy üzemi használatra lesz. Van itt a 180, meg van olyan, hogy 3000 is húsdaráló, de azok már nagyok. Itt azok a nagyon nagyok, mint a húsüzemekben. 300, meg ilyenek. Itt 400, 800-ér is van. Ajaj. Láttam egy az 1000 valamennyiért. Itt van 1400. Hát ez mire nekem olyan? És itt van olyan, hogy 76-ér is. Én úgy gondolom, egy 100-ast rámerek számni. És akkor megrendelem valamelyiket. Az is, az sem mindegy, hogy honnan. Tehát itt a Amazon, nekem ott van e-kantom, számlám. Nagyon egyszerűen tudom megrendelni, mert ugye már minden adatom ott van, és akkor csak rákattintok, pipu, papi. 3-4 nap múlva itt van. Na, hát ez lesz majd, amit csinálni fogok még. Addig még itt ez az egész lezajlik. Jó? És most tartunk egy kis szünetet. Na, itt van az a srác, akiről beszélek mindig, a Dear Bitcoin Dealer. Ez egy floridaiak. És itt van az új kutyája. This is just the start of it. That hunt could not have gone any better, and of all the deer I've ever shot with my Robert, that one was Robert the least amount of distance. Done and out. Brought him back to camp. YouTube million, millionos. Now, that is a backstrap. That's that simply, you know, when you ask that muscle, back, that muscle, that's your backstrap. This came off the deer, though. Let me show you, that's the silver skin. Az typically, if I'm grinding meat, I'm not going to worry about that too much, because the grinder will make sure work of it. Bánik, na most ez aztán árusít késeket, mind nyilakat, fegyvereket, lőszereket, ami a vadászathoz kell, ugyanúgy a horgászathoz, meg minden. És ugyanakkor főzik. Most például ezt a legdrágább része az állatnak, legalábbis egy marha húsba is, oda nézni egy gyönyörű hús, őszhús. You need to use at least 20%. Ez pedig a wagyu, ez a háj, ez Japánból van neki, wagyu, és itt a daráló, amit ő nem rég lett. És én ugyanezt a darálót akarom megvenni. Ez csak azért mutatom, hogy lássátok, miről van szó. Ez az a daráló. A háj, amit beledarál, ez az a vangú, vagy marha, az a japán marhának a ilyen zsiradék vagyok, ez a gamekeeper. Lehet, hogy ezt fogom megvenni. Ez csak azért mutatom, hogy hát vásárolok, hogy miről van szó. Nagyon jónak látom. So we just got done grinding. Csinálni, burgereket fog csinálni. Na hát ennyi tör róla. Aztán ilyenkor szoktam megnézni a magyar dolgokat, ugye YouTube, és hát itt többféle vonal, ugye a Hír TV, háború Ukrajnában, ezt minden nap megnézem, mind a két adást, aztán itt ilyen mindenféle Karcefem, ultrahang, ezt azt szeretem, nagyon a ultrahangot. És hát már megint a Hitrádiót hallgatom. Ugye az is megnézem, az ATV-t is megnézem. Ott például ma volt a Nógrádi úr. Akkor itt a PSTV-t. Sorba. Mészi, itt nekem vegyesen vannak az én érdeklődési köreim.
ugye berakja nekem a YouTube, aztán a német tankok, amik majd mennek amoda. Szóval én nézem a politikát is, természetesen. És itt végig ezeket az ázsiai főzéseket, meg mindent. Mindent, ami csak érdekes lehet. Úgy az angol, amerikai, német hírek, stb. Stb. Három nyelven tudok tájékozódni. Három nyelv területen. Utazós videók. És hát így eltelik az időm. Én nem uratkozok. Vagy pedig, ha meguram, akkor valamit csinálok. Úgyhogy itt nincsenek határok. Ugye, és ezt javaslom nektek is, hogy jó, frissen tartja az agyat, demenzia ellen is nagyon jó. Ez a napindító, ez most tetszik, ez a újabb megoldás. Úgyhogy a kutyáról, Biden, minden van, minden. Fani videók, itt az a ruszki csaj, aki főz, mind a szabadban főznek gyerekek. Úgyhogy kifogyhatatlan. Na, hol tartunk? 53%. 10 órakor kezdtem, 11-14 van most. Na, még van 15%. Addig elmondom, hogy hát jól esett az a sok beírás, most néztem meg megint a Brassóinál, nagyon sokan írtatok, köszönjük, és hát örültök neki, hogy a Évi rajta van újra, úgyhogy hát rajta lesz majd, amikor aktuális a dolog, hát ilyenkor nincs rajta, ugye, mert dolgozni van. Aztán, hát meg ő ide nem, ő egyrészt ezeket a részeket itt nem is érti, hogy én mit csinálok, nem is akarja, mert ő unja meg elég nehezen tudtam egyébként is rábeszélni ilyen dolgokra. Évi nagyon intelligens és nagyon művelt asszony, ő kitűnő tanuló volt. Egész végig a szülésznői diplomája is, akkoriban még volt vörös diploma, szóval megkapta a vörös diplomát. Hát sajnos semmire nem mentünk itt vele, itt újra kellett volna indítani az egész iskolát. Én már bánom, hogy nem tudtuk megcsinálni, nem tudtuk egyszerűen megcsinálni, mert kellett az a pénz, amit ő is megkeresett akkor az elején. Úgyhogy hát sajnos így alakult, de viszont így ő ezt nagyon szereti, mert ő neki nincs főnöke. Évi a saját maga főnöke. Tehát ő ossza be az ide, ő egy magánvállalkozó gyakorlatilag. Minden nap máshova megy, más utak egyáltalán nem unalmas, és hát ez a most már ugye nem titok, takarítás, ezt ne úgy képzeljétek el, hogy van ilyen gumicsizmás, kékköpenyes takarító nő, egy koszos főmosó vödörre, egy rongyal és egy főmosó fával. Ezt felejtsd el! Itt nem erről van szó. Itt egész más. Itt különböző olajakat használnak. Itt nincs kosz. Ez, amit ő csinál, ez nem koszos munka. Sőt, bizalmi állás. Ugye itt a milliómos lakásoknak kódját, a bejárat, a kulcsok, stb. Mindenféle, annyiféle ilyen mágnes kártya, meg a franc, ugye mi nincs nála, és ez nagyon-nagyon bizalmi állás, és 2-3 helyről kell ajánlás, ahhoz, hogy te megkapd a $25-30 órabért, ahhoz neked itt kell egy kis időt eltölteni ebbe a foglalkozásba, és bizony jó hírnevednek kell lenni. Hát ő a szigeten van, ugye, ott vannak a legdrágább házak, ott csinálja, és hát nagyon meg vannak vele elégedve. Évi jól beszél angolul, sokkal jobban, mint én. Viszont ezek már nem érdeklik, ez az ilyen dolgok. Neki megvan a maga érdeklődési köre.
És mondom, annak idején nehezen tudtam rábeszélni még arra is, hogy legyen telefonja. Hát ma már telefon nélkül nem lesz, mindent ott csinál. E-mailektől, mindent ott ír. Számlán, bank, istenje, mindent ott csinál. Van neki egy laptopja is, nem is használja nagyon. Nekem is itt van egy, még egy szába, még egy laptop. Én itt dolgozok ezen, és hát azt is van nehezen értette meg, tanulta meg, de most már vágja azt is. És hát tud nyomtatót használni, bármit. Szóval hozzáért, megtanulta ő is nagyjából, de hát ezen a szinten ő még nem tudja. Én sem vagyok profi, mint amatőr, ugye én csak csinálom a kettelésből. Most menjek kocsmába, hogy mit csináljak, csavarogjak. Én úgy gondolom, hogy ez így jó. És most néztem meg, gyerekek, nem titok, most hanyadika van? Most van 17. Eddigi YouTube, itt, hát a YouTube fizet. Tudjátok, egyrészt fizet is. Az jó jön, mert abból vettem kamerát, mit tudom. Most ez a darálót is például ebből meg tudom venni. A sok mindenre kell, van a költségeim. Na most itt lefutott ugye a dolog, 100%, és látjátok, itt kész vagyok. Na most az, hogy open folder, kinyitjuk a mappát, megnézzük, hogy hol van, megvan, itt van Bauer, oké, ez rendben van, és itt végeztünk. Nem szévoljuk le, mert ez már készen van, don't save, és eltűnt az egész. Kilépünk, és ebből a programból vára, még nem lépek ki teljesen ma, nem lépek ki. Na most már mindig kiléptem, egyefele. Mert amit most filmezek, ezt még ma, ezt is felrakom, majd most nem sokára. Na most itt van a mappa, amiben benne van, ez a Bauer Frühstück, stb. Itt már meg tudom nézni, hogy ez 34 perces videó lett belőle. És ilyenkor jön a következő dolog, amikor kinyitom ugye a Google-t, rámegyek a YouTube-ra, és itt nekem be vagyok jelentkezve, és upload videó, tehát feltöltsük a videót, ki kell választani, hogy az hol van, itt van, Bauer, a rövid cím, és itt megkezdi a feltöltést a magára, a YouTube-ra. Na most itt kell adni neki egy címet magának a videónak, hogy mit tudom én, paraszt reggeli, és mi volt a másik? A barbecue-s, hát nem is tudom milyen nevet adjak neki, paraszreggeli és társai, ez lesz a címe, társai maradék ételekből. Na most itt ugye ő kijavítsa, amit nem jól írtam. Itt tudom rátenni például az A betűre, az A veszőt, az E betűt, mert gyerek, ők beállítottam úgy, hogy a magyar ékezeteket berakja. Ez lesz a cím, hogy paraszreggeli és társai maradék ételekből. Ide alcímnek pedig maradék ételek újra hasznosítása. Új ételek készítése. Ez lesz az alcím. Tehát itt is látjátok maradék, itt rá, mindenhova ráteszi, ahova kell az ékezeteket, nem kell nekem a magyar billentyűzet. Egyébként, amikor Magyarországon voltam, és ott van magyarul van beírva minden, mikor Magyarországon voltam, én nagyon nagy bajba kerültem a bielfenével, a magyar billentyűzetekkel, meg ott vágóasztal, meg ez, meg az, meg az. Gyerekek, én ezt angolul tanultam meg, én magyarul nem tudok
magyar komputerhez, magyar Windowshoz jutok, nem tudok vele semmit csinálni. Ott megakadok rajta. Na, gyerekek, egy az egész. Szóval itt feltölti, itt azt mondja, hogy upload, nekem nagy a sebesség, 17 perc alatt fölnyomja. Na most a monetizálás az azt jelenti, hogy hát ezt pénzt fogok érte kapni, mert berakom a engedekbe reklámokat, amit hát kérek benneteket, hogy ne haragudjatok, de ebből van egy kis jövedelmem. Ha minél többet nézitek a reklámot, annál többet kapok. A szülti millé az az, hogy beír, hogy nem, nincs benne gyerekpornó, meg egyéb ilyen kábítószer, meg ilyen kriminális, meg fegyverek, meg ez az amaz. És ezt én tulajdonképpen, mint hogyha így aláírnám, hogy ebben a videóban ilyesmi nincs, és hogy nem gyerekek számára készül a videó, mert akkor ez egy külön elbírálás alá ezik, és ezt fogja ő csekkolni, tehát ellenőrizni. Úgyhogy ennyi az egész, és akkor itt vissza még a detailhöz, így be fog rakni 3 thumbnailt, majd amikor készen van, és amikor itt kész, megjelenik 3 kép meg itt fönt, hát ez olyan, ez még egy jó fél óra. És akkor tudom azt megcsinálni, next, hogy itt a legutolsónál, itt van, hogy most egyelőre privátba csinálja, private, itt van, és akkor át tudom tenni publicra, amikor azt ott rányomom, leszévolom, akkor a ti telefonotok, vagy aki, hát be, aki be van jelentkezve nálam, fő a feliratkozó, megszólal a telefonja, vagy egy hangot ad, hogy a Jani bácsi egy újabb videót rakott fel. Hát így történik, de volna ez még fél óra, tehát akkor azt mondja, hogy mivel nekem ez extrémly gyors kompjúterem van, hát hasonlítsátok össze, aki még videózik, hogy ő mennyi odat tud megcsinálni egy ilyen fél órás filmet, hogy hát kézzel emik, hogy ilyen egy órás filmet rakok fel, hogy dupla annyi minden, és most van 11 óra 35 perc. Tehát körülbelül délbe leszek készen teljesen, 4K-be, tehát 4K-ba, és akkor az azt jelenti, hogy este 6 órakor megszólal a telefonatok, mind ahogy most is. Hát köszönöm, hogy végignéztétek, jó egészséget kívánok, gondolom, hogy érdekes volt, és hát ennyi, mit mondjak még. Na, még annyi van, mondom még egyszer, hogy még látod, már 27% fönn van, 14 percet jelez, hogy még van, szóval, és akkor utána még rendbe rakja, megjön a 4K, és akkor mehet. Úgyhogy ezt gyakorlatilag fél óra múlva fogjátok tudni látni. A másikat, amit most készítek, ami most megy, hát ezt majd csak holnap. Illetve hát késő éjjel, ugye? Mert ez még messze nincs fönt. Jó? Elköszöntöm, sziasztok, jó egészséget, Jani bácsi volt a Floridából. Bye-bye!